Szevasztok. Végre. Szevasztok. Az mi az Isten? Végre. Most mi van? Szevasztok. Ez jobb, vágod? Szevasztok. Hagyjad már. Szevasztok, skacok! Ebben a mai retro videóban meg fogjuk nézni a Commandos 2-nek a felújított HD remastered verzióját. Az eredeti játékot az 2001. szeptemberében adták ki valamikor, és ez egy nagyon nagy játék volt a maga idejében, és nagyon szép volt. Ez egy ilyen taktikai, felsőnézetes, parancsolós, logikai, katonás, lövöldözős, lopakodós, mindenes típusú játék. Úgyhogy megküzdünk vele. Igen, ezt látjátok, ez a HD remastered, tehát ez a felújított változat, amit 2019 vagy 2020-ban adtak ki, nem is tudom pontosan mikor. És szerintem egy alap training pályával fogjuk kezdeni, mert nagyon régen volt már. Missions és Training Camp. Megismerkedünk. Ugye itt kell lopakodni, le kell ütni az ellenfelet, ki lehet lootolni az ellenfeleket, gyűjteni kell fegyvereket, különböző eszközöket. Úgyhogy kezdésünk ez a training pálya, szerintem elég lesz, aztán majd a második videóban megnézzük az első komoly küldetést. Aha, most is szépen elmagyarázza, hogy minden hang nélkül ezt a kettőt eliminálnunk kell. Most ugrott be, megláttam őket, hogy cigizik. Van, lehet lootolni cigit, amivel el lehet vonni a figyelmét az ellenfélnek, azt hiszem, vagy oda lehet csalni, hogy lehet ütni. Hú, ez a régen fatterem nagyon sokat játszottunk, és mindig szenvedtünk, hogy az új pályák van, most vajon kit kell, meg hogy kell megölni. Ha tabban ráböksz, akkor látod, hogy melyik ember, melyik ellenfél, tabot nyomva tartod, és ráböksz az ellenfél, akkor látod, hogy melyik merre néz, mi a látószöge. Úgyhogy erre figyelnünk kell, mert ha meglátnak, akkor instant halál, nekiállnak lőni, és végünk van. Van, amelyik járkál, van, amelyik csak egy helybe áll, vagy egy helybe térdel. Ezekre figyelni kell, meg vannak bejáratott menetrendjük ezeknek a katonáknak, és ki kell várni, és úgy kell leütni őket, hogy ne vegyenek észre a társaik. Úgyhogy ez egy fontos momentum ebben, ezért is kell kicsikét gondolkozni, nem csak menni, aztán kicsapni őket sorba. Na most ez például látna minket, úgyhogy itt vagyunk mi ketten lent a bokorba. Két emberünk van itt fönt, látszik a HP csíkjuk, és mindenkinek más a képessége. Majd nehéz, ez a könnyű katonánk, ez a csávoszom tud mászni minden, ez meg a harcolósabbik. És itt vannak ilyen csillagok, ezek elmagyarázzák azt hiszem a tutoriál részt, igen. Ez pont azt mondja, hogy a tabbal. Okay. Jó, üssük le! Az elsőt le kell ütni, meg kell kötözni, és el kell hozni, hogy ne vegye észre a társa, hogy eltűnt. Amit azt észre fogja venni, hogy eltűnt, csak azt nem, hogy ott van és meg van kötözve, mert az gyanús lesz neki. És egy Q-val leütjük. Szuper. Megkötözzük, Shift és a bal klikkel kötöz. Ugyanezzel föl tudjuk venni, ha minden igaz, és el tudjuk vinni vissza a susnyásba. Így van. Gyorsan, miért a társa visszaér. Hoppá, éppen hogy. Ledobjuk. Mondom. Aha. Dob le. Úgy. És dupla V-vel pedig meg tudjuk nézni, mi van nála. Van egy fegyver, öltözik, és hogyha beöltözünk másik katonának a ruhájába, akkor elvileg tudunk ilyen bemenni az ellenfél közé is, hogy... Már nem vagyok benne biztos, nem? Nem tudom, mire jól, de aztán föl tudjuk húzni, és be lehet olvadni a környezetbe az ellenfél közé, de ezt nem merem kipróbálni még majd. De most a cigit kéne valahogy csalinak használnunk, mert ez a csávó, ide nem tudunk fölmenni utána, mert itt a tisztek észrevennének ebből a bunkerből, úgyhogy muszáj lesz ez valahogy elcsalnunk. Megvárjuk, még elmegy, és utána kidobjuk ezt a doboz cigit, azt hiszem ez arra van ilyen csalinak használ. Aha. Ide, így lentre, ide kidobjuk. I was trained for this. Jó, bokorba, és akkor rá fog kapni elvileg. Bekapja a csalit, a csávó. Akkor le tudjuk ütni ezt, ugyanígy bevisszük ide a bokorba, aztán leütjük ezt a szerelős csávót. Aztán a könnyű katonánkkal át kell mászni, mert ugye az a feladat, hogy ezt a boxot itt fönt kilútoljuk. Abban van, azt hiszem, ha jól emlékszem, és emlékeim nem csalnak ilyen 20 év távlatából, abban van valami erővágó, mi át tudjuk vágni majd itt a kerítést. Aha, bekapta a csalit. Na jó. Let's go. Lecsapjuk ezt is. Hello? A cig is fené... Vigyen el téged? Rára volt egy doboz cigire. A kék Malbi. Oké, okay, megvan. Ezt nem is muszáj elvinni, mert többi az nem jár kell. Ennél is volt fegyver meg ruha. Ezt elvesszük. És most... azt is le kéne csapnunk ezt a csávot itt, mert erre inkább kúszunk, nehogy meghalljon minket. Ha gyaloglunk vagy futunk, annak a nagyobb hangja van. És azt lehet, hogy meghallják, akkor közeledünk. Úgyhogy érdemes kúszva menni, ahol tudunk, az kevésbé hallatszik, és kevésbé fognak ránk gyanakodni.
Viszont így meg nyilván gyorsabb az emberünk, meg cipelni nem tudunk, másképp csak így. Jó, ezt is lerakjuk ide. Nézzük meg, mi volt nála. Ruha volt nála. Szerelőruha, csak kinyögöm. És most kell a vékony csávókánk. Ő tud póznára mászni, a póznán kell átmásznunk. De ezt is elmondja azt, amit itt, ezekre még emlékszek, ezzel nagyon sokat játszottam régen. Ezzel is nagyon sokat játszottam régen. Igen, ő tud átmászni a telefon póznákon, úgyhogy másszunk is. És ugye itt bokorba át tudunk hátul kúszni a ládáig. És ha minden igaz, azt a csávót, azt nem szabad kiütnünk. Mert ha ezt kiütjük, és utána fölébred, akkor gyanús lesz neki, miért, mi történt vele. Úgyhogy azt ott hagyjuk, és csak a ládát lootoljuk. De ebben... Nagyon sok mindenre emlékszik így az első részre, mert ezt gyerekként ezerszer végigjátszott a gugolj le, vagy hasonlj le csávó, és tök gyorsan kúszik csöndbe. Ezt nyissuk ki. Rá lehet zoomolni ugye a pályára. Szépen kipiklokkoljuk, nézzük meg. Gránát. Ez kell ahhoz, hogy kirobbantsuk majd a tiszteket, illetve az erővágó kell, hogy visszamenjünk majd. Ja nem, bocsánat, vissza nem. Ugye a másik emberünknél van aknakereső. Most vissza kell mennünk a póznán. Ki kell vágnunk itt, ahol ki tudjuk a szöges drótot, majd az aknakereső és a másik csávóval át kell mennünk hatást tanítani az aknákat. Szóval azért mondom, ez nem csak úgy mész, ez full logika is van benne, elég sok. Meg kell is. Gyere le. Ne! Ja, de jó, oké, lefele jön. Hol a másik? Itt van. Te is gyere ide. Mert ezzel eddig kiüthetjük ezt a hátsó emberkét. Amíg ezzel... Ezt itt kidrótvágózzuk mindjárt. Hol van a drótvágó, ami beszerzett magának? Most kidobtam. Ezt hogy fogom fölvenni? Ja, megvan, fölvettük. Ja, így kell kivágni, megvan, shift-tel, ugyanígy a shift-tel interaktálunk. Közben ezzel itt beosonunk, leütjük ezt a kinti katonát is. Nem tudom, hogy csinálj te bokorba amúgy. Ja, dugiba cigizik ez itt, nem? Ja, megéti a kezét, ez a sunyi cigis. Leütjük. Nem tudom, van-e nálam, ami hasznos vagy sincs. Oké. Mindenképp megkötözzük. Már nem kötözzük, meg föl kell, akkor elkezd rinyálni, meg futni. Megvan. Mi volt nála? G-fegyver és szintén egy submachine gun MP40-es. De annyi fegyverünk van már. Még egy doboz cigarettó, az nem tudom, hogy kell, vagy ezt töltsük vissza. Ja, jó. Nagyon sok mindenünk van. Jó. Oké, akkor most elő kell vennünk itt, látjátok, itt van nála az aknakereső. És elővette az aknakeresőt. És az aknakeresővel kell átmennünk itt a túloldalra, mert ott végig van egy aknacsík, ha minden igaz. Ja, a feladatokat meg, ha nyomtak egy esket, akkor látszik itt az objektívek oldalt. Neutral all enemies at the border gate. Ugye minden ellenfelet... elimináljunk itt az átkelő helyen. Take the wire cutters from the metal box. Ugye vegyük el az erővágót a boxból. Cut through the barbed wire and detect all the mines. Tehát átvágtuk, de még be kell detektálnunk a taposó aknákat. És az officer groupot meg kell ölnünk. Meg a valami wooden boxnak a tartalmat meg kell szereznünk, fadoboz. I was trained for this. Aha, ott van egy, kettő. Azt kérlek szépen hatástalanítsd. Jó, hatástalanítós csávunk. És így it's már, mert ha most nem hatástalanítottuk volna, és a másik átsétálunk, akkor puk, kész vége. Rip. Úgyhogy ezt használnunk kell, ez a többi pályán is lesz ez a csávó. És ezt azt hiszem sok... De hát... És nem mentettem! Jaj! Nem használtam a gyors mentést. Na gyors jelvek még egyszer idáig akkor. Na, most óvatosabbak leszünk, srácok. Ctrl S-sel amúgy lehet gyors mentést csinálni, hogy game saved ki is írtad fönt. Most gyors elmentettük, miatt megint felrobbanunk. Amúgy hamar állítottam ide, most már így tudom, mit kell. Te meg létszi, akkor most úgy nézz át, hogy az aknakeresével basz ki, hogy ne robbanjál föl lét. Ne, oj, basszus, nagyon apránként kell vele menni. De hála jó égnek tudunk már lódolni, mert hogy végre volt annyi eszem, hogy mentettem. De most végre mentettem. Na még egyszer akkor, szóval úgy menj oda, hogy nagyon apránként kell előre. Aha. És egyből tovább nyomod, és nem úgy, hogy hatást tanítsa, akkor van baj.
Jó. It's done. Érdemes, nem is tudom, hogy kéne itt most mennünk. Phew. Megvan a következő. That's it. Azt is hatástalanítsuk. Itt fölfele lesznek, azt hiszem, végig a bombák. That's it. Ott a következő hatást, egyből kell, srácok, mert nem, akkor véletlen rámegy és kész, vége. It's done. It's done. Itt lesz még, azt hiszem, egy vagy kettő, ha ott van még egy. That's it. Jó, akkor szerintem az objektívek megvannak, hogy deactivate the mines, megvan a hármas feladat. Még a négyesben vissza az officereket kell megölnünk, azt hiszem, a gránáttal, illetve egy valami fadoboz. Már ezért még erre lefelé megnézem, mert az aszfaltba csak nem raktak bele izét. Tapossuk gránátot. That's it. Nem, nincs, jó. Várjál is erre. Ó, oh, de van itt. Majdnem no megszívtuk. It's done. Jó, és most kell, nála van a gránát, ugye? Tell me. Lupinnál, gyere Lupin. Ezt oda kell adnunk a másiknak, mert ő tud csak harcolni. Várjál, hogy. Azt hiszem... Ezt kidobjuk ide. Yep. Mert ő nem tud harcolni, ő csak ilyen taktikai csávó. Vedd föl te a granyót. Mivel dobom el a gránátot, basszus? Várjál, mentünk egyet megint, jó? Muszáj. Oké, és... Kontrosz. Nagyon-nagyon régi játék, és nagyon fura az irányítása amúgy. Úgyhogy muszáj néha megnéznem. First aid kit a C. Úgy lesz, majd úszni is kell, majd úgyhogy fütyülni is lehet. Machine gun, GFT. Cigarette az a T. Mivel dobom el? Sniper, select, zoom out, zoom in. Free scroll, quick save, quick load. Na itt lesz majd. Bomb. Júj. Hol van a gránát? Abeti a gránát, srácok. Megvan, Abeti. Quick, wasn't it? Át is váltott rá. Oda bedobjuk közéjük. De várj, még ne váltsunk át. Ide jövünk, és... That's it. Innen tudjuk frankon bedobni ide hozzájuk. És most ide bepukkantjuk. That's it. Piff! Jaj! Dob még egyet. Haver. Oké, azt is kigránatoztuk. Mert ez azért ugye odafutott. Mission completed. Nem néztük meg a fadobozt. Na mindegy. Van egy fadobozot még az őrbódé mellett, azt nem néztük meg. Na, a training küldetésünk az kész lett, srácok. Úgyhogy ja, srácok, ez volt a Training Camp 1. Most ilyenkor már unlockolódott a missionek között a Training Camp 2. Úgyhogy, és meg van itt egy jó pár pálya. Ezeken végig fogunk menni szerintem. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentet, nyomtátok-e a régi verzióval, vagy esetleg az újjal, illetve hogy melyik volt a kedvenc pályátok, ha nyomtátok. Köszi, itt voltatok. Többetek egy feliratkozást, ha nem vagytok feliratkozva, illetve nyomjatok egy lájkot a videóra. Szevasztok! Szevasztok! Végre! Szevasztok! Az mi az Isten? Végre! Most mi van? Szevasztok! Ez jobb, vágod? Szevasztok! Hagyjad.